De benne vannak az életében olyan időszakok, amikor minden rázodul. Hiába van minden, amit szereted a világban, de megakad bennünk a teremtő erőnek az áramlása, és azt fájdalomként éljük meg. Ha fel tudjuk szabadítani, akkor elmúlik nyilván. Lényeg, hogy folyton áramoljon keresztül az univerzum rajtunk keresztül, és ezt a félelemmel, szorongással, hosszú vágyjal és mindenféle negatív dolgokkal betömítjük, vagy eltömítjük, akkor mindenképp baj lesz. Ilyen időszakban voltam én is valamikor 90-es évek elején, de minden összejött, megszűntek a jogák, elvesztettem az állásomat, elvesztettem az utolsó fizetésemet, a sapkám a kocsi alá kerültek. Minden akarom történt. És akkor csak mentelő eszélyekszerűen, és azt mondta, hát akkor miért élek én? És akkor megjelent a lába, azt mondta, most miért tegyem a lábamat? Érdemes? És láttam így. Aztán muszáj volt letenni, már nem írtam talán. És akkor jött egy anyuka, kisgyerek volt a babakocsiban, és akkor a nevető mosolygott, és hogy hozzám jött, fölnézett, és szemembe nézett, és olyan öröm csapott át, hogy nem én nekem szólt az a mosoly, hanem a kisgyereknek, és mondta, mi történt velem? Mi ez a hirtelen pálfordulás? Hát a szeretetbe jutott. Így van. És akkor utána meditálgattam, és mondta, hogy nem hagytam abba, és nem piszkáltam tovább, és hogy de miért lépjek tovább? Miért menjek tovább? Hát szóval minden rossz, ez az egész világban, valóságban, háborúk, mindenütt. És akkor egy hang azt mondta, hogy akkor mondd meg, hogy miért akarsz élni. Akkor megijedtem nagyon, hogy még megválaszolnom is kell. És mondta, hogy nem tudom. Tényleg olyan állapotban voltam. És akkor azt mondta a hang, teremtő erő van benned, teremts. És akkor ez nekem egy ilyen feladatom. Ezen dolgozni, és évekig próbáltam megérteni. Teremtők vagyunk, Istennek egy része bennünk van, hiszen mindent ő teremtett, a lelkünk az teremtőerővel bír, a anyák gyermekek szülnek, az teremtés mi, a gondolat, az is teremtés, a beszélünk, és akkor megértettem valóban, hogy ha azzal a tudattal élek, hogy a teremtőerő bennem van, és hogy rajtam keresztül a teremtő bennünket inspirál, akkor megértettem, hogy mennyi mindent lehet teremteni, valakinek az arcára mosolyt deríteni, valakinek köszönni, hogy jó napot, hogy van? Vagy olyan, hogy amit nem tettem meg eddig, most megpróbálom megtenni. Tehát egész jó volt, tehát nem könnyű megérteni nyilván, de ezzel a tudattal élve, hogy minden gondolatom, mozdulatom, elképzelésem, cselekvésem az teremtés. És akkor azt átszínezi ez a teremtő erő valóban. Az igazság, hogy rád nem erőszakolja a teremtő jó dolgokat, mert szabad akaratot teremtett nekünk, és abban kell eldönteni. Tehát tényleg az olyan furcsa lenne, hogyha ki lenne kövezve az út, minden előre meg lenne írva, hogy te ezt fogod csinálni, azt csinálod, ekkor valósítod, akkor most haragszol most. Vagy paraszkodnánk, hogy nincs választási lehetőségünk. És akkor hogy elcsodálkoztam, hogy azért jöttek hozzá a jogára sokszor az óra végén, hogy Feri, nincs lehetőségem semmire, úgy beszűkített az élet, mit csináljak. Ugyanakkor jött egy lány, hogy mit csináljak, annyi lehetőségem van, nem tudom választani. Akkor megértem, hogy hú, hát ezért komoly dolog, mind a kettő hoz. Mit lehet tenni ilyenkor? Hát a választásokban annyiban tudok segíteni én is, mert ezt nagyon kutattam. Először is olvasd a szentiratokat, bölcsességiratokat, abban talán megtalálod a választ. Akkor a következő, hallgass nagymestereket, vagy olvass könyveket, hogy nagymesterek írták, vagy szentek, vagy az életnek a sikeres emberei. Aztán már, hogy akkor kicsit már meditálni is kell, vagy fejlődni kell, akkor figyelj befele, és mit érzel, amikor ezt és azt akarod megtenni, melyik vonzol neked, de nem úgy, hogy jól járjál, hanem benne legyen minden. Tehát olyan mondás van erre, hogy bármit teszel, az másnak is legyen egy kicsit jobb. Akkor mindenképp segít az univerzum, ha csak magunknak akarunk jót, az az önzés. Akkor nem biztos, hogy olyan könnyen megy. Ha másokat is jobbá teszünk, vagy segítünk, akkor nagyon sok energiát kapunk.
következő megint egy összeomlás volt. Most csak ezt a kettőt mondom el. Betegségem, a Bubi kórházban jogát elhagytam, azt mondtam, hogy ez csak rossz jó. Úgyhogy szekrénybe eladtam, és hozzáértem egy jogakönyvhöz, rohantam a fülkőbe, és lemostam a kezem. És egyszer csak egy pár évvel rájöttem, hogy az emberek voltak olyanok, amilyenek. Félelem, meg féltékenység, meg egyéb, a jóval semmi baj nincs. Lassan visszatértem, de attól függetlenül megint jött egy ilyen időszak. És egész odáig elfajult, megint általában ilyen ide fájdalmat megint. Megint eljutottam oda, hogy fél lábon állok. Nem érdemes letenni a lábokat erre a földre, nem. Ez nem a legalkalmasabb. Ennek a földnek a rezgése nem nekem való. Mert hogy gyáva vagyok, meg őszinte vagyok. Bátor vagyok, hogy beismerem, gyáva vagyok, nem akarok harcolni, így elmondtam. És akkor megint jött egy hang, de most mondd meg, hogy most miért akarsz tovább élni. És megint, de őszintén azt mondta, hogy nem tudom. És akkor olyan mondatot kaptam, hogy na, az nem gondolkodhatnám. Most már játssz a teremtő erővel. Az hogy kicsi? Gondolkodjatok ti is rajta. Van egy ilyen mondás, hogy Isten lillája, a lilla azt jelenti, hogy játék. Az egész teremtés Istennek a játéka. Akkor te nem mersz teremteni, úgyhogy örömet okoz magadnak, vagy... Tehát a teremtés olyan értelmet kell érteni akkor, hogy kis istenekké válunk, tehát aképpen arra megy az egész, hogy megismerni igazi önmagunkat, azonosulni a szent embereknek az életével, a tanításaival, és akkor nyugodtan lehet azt mondani, hogy kisebb kis univerzumokat teremtjük. Közelében gyógyulnak az emberek, vagy pedig bölcsés, akkor tanácsot tud adni. Tehát az egy olyan bátorságot is igényel, de annál inkább könnyebben megy, hogy ráhagyatkozunk a magasabb énünkre. És akkor én meg szégyellem magamat, de mindig jogalapján dolgoztattam. Jogalap, de tarts meg az órát, így terüldöm, hogy jó. Rájöttem, hogy magad is megteheted, de úgy éreztem, hogy én nem tudom, hogy mit kell mondani, megcsinálni. Aztán akkor rájöttem, hogy csak át kell adni magunkat, mert egyrészt ilyen szempontból, ha valaki jön, hogy beteg vagyok, segíts, vizsgálj le ezt, gondolj rá, és akkor mit tegyek ilyenkor, akkor leültem és küldtem az energiákat. Na, sikerült a vizsgálat? Hát, nem annyira. Pedig én úgy előttem. És akkor egyszer megmutatta, hogy a mesterem, hogy a felsőbérem, akkor megint mondták, hogy segíts, gondolj rá, nagyon beteg a lányom. És mondom, jó van, akkor becsuktam a szemem, és elvették az elmémet, elvették ezt a testiséget, és nem tudtam gondolkodni, semmit sem tudtam, csak egy béke volt bennem. Semmi más, csak egy béke, és akkor elmúlt, visszajöttem. Azt mondta, hogy meggyógyult a lány, tehát amit nem látott, nem volt, nem nagyon nagy betegség, elmúlt, és akkor jöttem rá, hogy ez a tanítás, hogy ne te akard, hanem legyél vezetéke annak a csatornának, aki mindent teremtett. És akkor így a teremtés rajtunk keresztül árad, és még azt is elárulom, nem titkokat tudtam, mert ha rosszat teszel, kérd meg a teremtőtől, tegye jóvá. És csak néztem, hogy nem kaptam ki, hogy nem lett belőle harag, és akkor rájöttem, hogy tényleg nem teszi a őszinte kérjük. Aztán vannak olyanok is, amiket az ember azt mondja, csak ne történt volna, hogy lehetne meg nem történté tenni, ami megtörtént. Na, én is voltam ilyen helyzetben, az elfogadással, semmi mással nem tudjuk nyilván. Az előbb itt, ahogy énekeltünk egyszer, csak nem tudtam, hogy most órán vagyok, vagy még mit keresünk itt, de hirtelen rájöttem, hogy... Ja, a születésre. Jó. Thank you.
helyezzük a tudatunknak a központját, attól függ minden a testünkben. Sok minden probléma van, de a test elmében, ott már tudom gondolkodni, megfejteni titkokat, de még mindig kételkedik az ember. Az elmén. És hát a lelkünkhöz kötődünk, mondjuk azt, hogy nekünk a szívünk, régen úgy mondták mindig, hogy ami a szívedből kijön, az mindig a lelket jelentette régi időben. Tehát ha a lelkünkhöz kötődünk, akkor boldogabbak tudunk lenni. Megérezzünk valamit túl a testen, az elmén. Ugyanakkor, ha a szívben most értve a lélekkel, szívben tudunk maradni egy kicsit, tehát a csöndben maradni, kitágulni. A szívben nincs kételkedés. Elmében még van kételkedés, szívben nincs. Bizonyosság van az elmében, akkor, hogy amikor rövid kis dolgok történnek, hétköznapi dolgok, de abban, most én mitől vagyok rossz kedvű, miért van betegség, miért van fájdalom, miért van halál, azt csak elfogadni lehet, és ez a szívben van. Az elme nem tudja elfogadni, ezért szenvedünk. Tehát a szívben megjelenik már az elfogadás is, a szeretet is, és így a jóvá erről szól, hogy találd meg azt az igaz önmagadat, amiben boldog tudsz lenni, és egy kicsit tovább akarsz menni, akkor békét tapasztalsz, és a boldogságnak még van ellentétje, a szomorúság is vagy fájdalom, békének nincs ellentétje. Az elme nem tudja szétszedni, megmagyarázni. Amit az elme megmagyarázza, az szét is szedte és meg is ölte. A szívben csak öröm van, boldogság és elfogadás. Ezt meg kell tanulnunk, nem könnyű feladat, mert az életünkben a jó és a rossz együtt van. Szokták mondani, hogy na, milyen ember vagy, jó ember vagy, rossz. Hát, leszek őszinte rossz. Nem igaz, mert a jó is ott van bennünk, és a jó és a rossz együtt az, ami vagyunk. És akkor a negativitás, vagyis a pólusok, pozitív, negatív, azok bevisznek bennünket az élet útfesztőjébe, kísértésekbe esünk, aztán hibázunk. Azt jelenti, hogy a fejlődési folyamatát tölti az ember itt a Földön, a kibontakozást, önmagának a megismerését, együttérzést, szeretetet, akkor a fájdalmakat elfogadni, amit nem tudunk megváltoztatni, segíteni másokon. Tehát én is úgy gondoltam, hogy az ember csak a jó. Nem. A rosszal együtt az nekünk rossz, mert egy megfogalmazás valójában a tapasztalat lesz, a inga mozog vagy a mérleg, most szenvedek, most boldog vagyok, most nehéz időszakomban szoktuk, hogy alig várom, hogy véget érjön, vagy pedig azt mondjuk, hogy ó, nem történik semmi velem, olyan unalmas az életem. Én ilyeneket hallottam régen a 80-as években, akkor még más, mint a világnak a rezgése. Olyan unalmas az élet, semmi nem történik. Most történik. És meg azonban történik minden. De kétségtelen ezt mondták a mesterek is, hogyha sok probléma gyülemlik az életedbe, és sok próbatétel, akkor vedd úgy azt, hogy aha, elindult a fejlődés bennem. Akkor jönnek ki a dolgok, amiket ki kell egyenlíteni, el kell fogadni, át kell alakítani, és a sok rosszat át kell alakítani, ez a csodálatos a lélek erejében. Borék vagyok, fény tengerén, fény tengerén.